1980-ban az ország arról kapott hírt a falu lakóitól, hogy egy boszorkány elpuszt a hentsén. De vajon milyen egy boszorkány? A magyar mese és hiedelem világ szerint a boszorkányok fő jellemzője, hogy idősek. Sokakra vonatkozhat ez az ismérv, de tény, hogy Vica néni is szép kort megért. Olyan szépet, hogy már-már saját magát is zavarba ejtette vele. Mert én már 89-es esztendőt megérzem, mert az iskolás gyerekek se tanulnak már annyit, mint amennyit én ebben már tanultam. Nem 91 éves tetszik lenni? Hogy? Nem 91 éves tetszik lenni? Kár 91, hát legyen 91. Ha még van leszek 92, és meg még 3 is, ha jó Isten akarja. Úgy akarta bizony, sőt még tovább is érdegélt, de erről majd később. A boszorkányok másik fontos tulajdonsága, hogy emberfeletti hatalommal bírnak. Ez is igaz Vica nénire. Emberfeletti teljesítmény volt, hogy ilyen idősen ennyi munkát végzett, teljesen egyedül. Most meg engem beszállnak a falk. Ami azonban a hiedelem szerint a boszorkányokat a legjobban jellemezte, az, hogy rossz indulatúak. Vica néni védőbeszéde ezt a vádat pár mondattal semmisé teszi, nemes egyszerűséggel. Soknak, hogy nincs pénze, vagy valami, vagy enne, aztán nincs hozzá. Hát akkor egyet leszakoltok, ne enni. Mindezt természetesen nem azért tette, hogy egy ketrezben felhízlalja őket, mint Jancsit és Juliskát. Akinek ez azonban kevés, azt talán meggyőzik az élő szemtanúk emlékei, akiket szintén nem ültetett péklapátra az idős asszony. Egy kis alacsony, fürgejárású néninek ismertem, akkor már idős volt, amikor én ismerhettem. Kis kosara a karján mindig, akármerre ment, háza körül, ami megtermett gyümölcs, éppen ami aktuális volt, az mindig volt a kosarába, és akinek tudott, adott belőle, gyerekeket nagyon szerette, a gyerekeknek főleg. Télen, amikor nem volt gyümölcs, akkor meg sütötte tököt a kis parheltjébe, és akkor az volt a kosárba, és nem csak helyben, buszra ült, vitte Földespusztára, Paksra. Én egy jó szándékú, csendes asszonynak és dolgos, szorgalmas asszonynak ismertem. Járt is nálunk, vagy már ebbe a házba, amikor még a nagymamám élt, mivel hogy ők jó viszonyban voltak, úgyis mondhatnám, hogy majdnem baráti. A pontos dátumot nem tudom, hogy melyik időszakban volt, de viszont jó, tényleg jó kapcsolatban voltak egymással. Mindenféleképpen egy apró termető asszonyra emlékszem. Egyszer én 1979-ben kerültem nagy dologra, és azon az éven az őszi vásáron, mi a vásártér sarkán lakunk, és az én nagyszüleimet nagyon sokan ismerték nagy dologon, és nagyon szerették. És az én nagyanyám mindig kint ült a ház előtt a padon. És egy délben én arra mentem haza, hogy nálunk volt egy apró kis asszonyka, egy olyan kis anyóka, aki hozott egy kosár költét, mert mondta, hogy áthozta a nagy dorogi vására, hogy eladja, és ő ezt nem tudta eladni, most meg itt hagyja, mert ő haza aztán nem viszi. Szomszédságban laktunk, összejártunk, hogyha valami olyan dolga volt, hogy segíteni kellett, segítettünk, ő átjött hozzánk melegedni, vagy ha sütött tököt, áthozta a gyerekeimnek, hozott egy kis gyümölcsöt, meg ha dorogi vásárból hozott nyalókát nekik. Nem szorult rá senkinek a segítségére, nem is kért azt soha senkitől, én úgy emlékszek rá, hogy nem kért azt soha senkitől, az, ha tett, az csak jót tett a másikkal. Hogy boszorkány volt-e vagy sem, úgy tűnik, tisztáztuk. De ideje tovább lépni a témán, mert valószínűleg már ő maga is közbeszólna. Na, sok beszédnek sok az olyan. Megértettük Vica néni, ugorjunk egyet az időben, az ő varázs képességével, amit a modern technika tesz lehetővé, hiszen azóta 30 év telt el, és sok minden megváltozott. Megkértem a falu polgármesterét, Lengyel Jánosnét, hogy röviden összegezze, mi minden fejlődött a 30 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. A beszélgetésre stílusosan az akkoriban még nem létező orvosi rendelő előtti padon került sor. Mikor ez a film elkészült, utána Áni János tanácstag kézbe vette ezt a ivóvíz kérdést, és ő létrehozta a törpevízmű társulatot, és létrejött a Puszta-Hentsén a vezetékes víz megépítésre került. Aztán én úgy gondolom, hogy itt indult el egy fejlődés a faluban, ugyanis korábban
Ezt tudni kell, hogy 1970-től 1990-ig Nagydorog nagyközségi közös tanácshoz tartoztunk, és azt hiszem, ezt mondhatjuk, hogy ez idő alatt kicsit megállt a fejlődés a faluban, de ez az ivóvíz hálózat kiépítése után viszont mondhatjuk, hogy elindult egy bizonyos fokú fejlődés. Utána 1985-ben megalakult az elöljáróság, és ezek az elöljárók akkor már úgy kezdtek, vagy a lehetőségük is a nagydorogi közös tanácsban úgy alakult, hogy tervezhettek, és elkezdték tervezni a iskolaépítést, ugyanis a felső tagozat ekkor Nagydorogra járt, és ugye tervezés, szervezés, építkezés úgy történt, hogy 89. augusztus 20-án fel lehetett avatni az új iskolaszárnyat, és 89. szeptember 1-től 8 évfolyam tanulhatott helyben. Mivel eddig templomunk sem volt, összefogással elkezdődött egy templom építése. Itt is a falu lakossága nagyon sok társadalmi munkát végzett, adakozást, gyűjtést végeztek, és 90. augusztus 20-án felszentelésre került egy templom a faluba, amit minden felekezet használhat, tehát a falunak egy temploma van. És ugye itt meg kell említeni azt, hogy 90. április 17-től önálló lett a település, és a Nagydorogtól való kiválással, vagyonmegosztással ugye pénz is járt, és ezt nem herdálta el a falu, hanem mindjárt 90-ben a önállóvá válás után nekifogtak, és a település minden utcájába megépült a szilárd burkolatú út. Aztán utána elkezdtük a orvosi rendelő lakásépítését, ez 92-ben került átadásra, és ugye közben akkor a telefonhálózat kiépült a földgázhálózat, kábel TV, intézményeinket folyamatosan újítottuk fel. Itt megemlíteném a művelődési ház felújítását, ami egyben járt a teleházzal. Ugye itt számítógépeket pályázatból kaptunk, ahol a lakosság igénybe veheti, internet használat van, faxolási lehetőség, fénymásolás. A művelődési ház előtt régi vágy volt már, hogy egy parkolót építsünk ki, ez is megvalósult, és azt hiszem, hogy mondhatom, egy ilyen busz leállóval és egy elég szép buszváróval tisztítva ott a központot. Építettünk egy új járdaszakaszt, ami a Paks-Nagydorogi út mellett van, két utcát kötünk ezzel össze. Ugye ez egy elég forgalmas út, balesetveszélyes, a lakosság részéről már régóta igény volt arra, hogy ott jó lenne egy járdát építeni. Ez a járdaszakasz is megépült időközben. A Bagóhegy boszorkánya című filmben Adózsa György utcái volt a főszerep, így természetesen megkérdeztük Gerzsei Ferencné Anikót is, aki 1992 óta boltosként aktív részese a bagóhegyi közösségnek, hogy visszatekintve hogyan értékeli az elmúlt éveket. Volt egy olyan hullám még az utca életébe, amikor a 80-as években, tekintve, hogy az idős emberek kihaltak, és a gyerekek vidéken, Szekszárdon, Pakson éltek, az idős emberek házait sajnos eladták. Nem gondolván végig ennek következményeit, de akkor ezt nem is lehetett annyira előre látni. Sok olyan polgár költözött Pusztahencsére, illetve fel a Dózsa György utcába, aki nem igazán akart ebbe a közösségbe beleilleszkedni. Tehát nem volt igazán, nem tartotta a szabályokat, nem csak a mieinket, a társadalomét se, tehát nagyon sok bosszúságot okoztak, nagyon sok bánatot is okoztak, mondjam úgy, és többek közt elvándorlást okoztak, mert aki tehette, az ebből az utcából akkor elköltözött. A falu közösségével tehát semmi probléma nem volt, ám miután homokszem került a gépezetbe, annak alkotó elemei kezdtek leválni, és ez az addig példaértékű egység felbomlásához vezetett. Ám a rend helyreállni látszik. Egy összefogás kapcsán elég hosszú időn múlva sikerült megértetni azzal, aki ezt a szabályt elfogadja, az itt marad és velünk él, illetve aki nem, az meg menjen. És
ebbe a községnek az összefogása nagyban meglátszott, illetve sok olyan ember rábeszélő képessége, vagy éppen a hozzáállása, hogy ez az utca, elmondhatjuk most, hogy nagyon szép, rendezett, tiszta, itt sincs semmivel több probléma, mint a másik utcákon, vagy a más községekben. Itt most már sok minden történt, az önkormányzat segítségével meg lehet nézni az utcát, a virágaink már nem vesznek el talán, már vannak szeméttartók, a gyerekek most már talán eljárnak iskolába rendszeresen, és itt mindenki megpróbálja oda tenni magát, csak ezt nem szokták hangoztatni, de még mindig vannak itt olyan néma hősök, akiknek, hogyha akár én, akárki azt mondja, hogy lányok, ott kint a jegenyefánál az a kis virágsziget megint nagyon gazosodik, akkor lehet, hogy én reggel, mire jövök, azt már valaki kigazolta. Nem tudom kicsoda, de nem is érdekes, mert az övék. Már nem kézenfekvő, hogy a fiatalok elhagyják a falut. Ennek az az oka, hogy nagyon szeretem a vidéki életet, megszerettem így a gyerekkoromtól fogva, és szeretem a természetet, szeretek kertészkedni, reggelente a madarak csicsergésére ébredni, azt hiszem egy zsúfolt városban nehéz lenne, és emellett pedig nagyon szeretem a lovakat, lovainkat is vannak, és hát ez így összességében mondható, hogy egy falusi környezetben mindenképpen belepasszol. Ildikó a közösségi életnek is aktív résztvevője, szervezője. A Pusztáncsa Jövőért Egyesület elnöke vagyok, és mielőtt elnökeltem, hosszú évekig tagja is voltam. Nagyon jó közösség, ez úgy érzem, és amennyire lehet, amennyire az időnk engedi, részt veszünk, szervezünk, különböző programokat, pályázatokat írunk, és ez a közösségi munka, ez, ha egyedül csinálná valaki, az biztosan eleve nem közösségi munka, de mivel többen vagyunk, ezért ez nagyon, nagyon jól működik, és szeretek benne dolgozni. Illetve a Vadvirág Népi Együttes itt a faluban, ami már 1997 óta működik, igen jól szerepel akár a helyi alkalmakon, illetve vidéki alkalmakon is, és hát nagyon szeretném még ezt a táncot folytatni. De nem csak hogy csökken az elvándorlás, hanem új lakókat is köszönhetünk falunkban, akik igazán imponáló véleménnyel vannak Pusztahencséről. Mi nagyon jól érezzük magunkat Pusztahencsén, a Bagóhegyen. Nagyon jó szomszédaim vannak, akik nagyon sokat segítettek, amikor ide költöztünk, mert teljesen egy idegen környezetbe, és nagyon sok szakemberre volt szükségünk. Ők sok embert segítettek, hogy kit próbáljunk beszervezni, hogy épüljön ez a ház tovább, és szépüljön, és utána az önkormányzattal rendezvényeket szerveztek, és én azokon mindig részt veszek, mivel rokkonnyugdíjas lettem, először is az orvosi rendelőbe szereztem ismerősöket, majd utána, amikor eljártam az önkormányzati rendezvényekre, amik én szerintem nagyon színvonalosak, és nagyon jól érzem rajta magamat, egyre több ismerőset tettem szert, és nagyon jól érzem vele magamat, ha elmegyünk kirándulni is. A népfőiskolára már 4 éve járok, és én úgy érzem, hogy nagyon jó előadók vannak, egyre több ismeretre teszek szert, és amit eddig mondjuk nem tudtam, vagy nem érdekelt, lehet, hogy most utána nézek utána az előadások után. Mi nem bántuk meg, hogy Pusztahencsére jöttünk, nagyon szép a környezet, ahol élünk, jó a levegő, és olyanná próbáltuk alakítani a környezetünket, amilyet szeretnénk. Van még egy pár hiányosság, amit szeretnénk megcsinálni, de amennyit tudtunk, az erőnktől megtettünk. Aki azt hinné, hogy a falu lakói számára jól eső gondolatok nem fokozhatók, téved. Én mindenkinek ajánlanám Pusztahencsét. Közel van Pakshoz, ha szórakozni szeretnének menni, vagy városba szeretnének menni, moziba, vagy színházba. Én is eljárok színházba innen. És én csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy Pusztahencse nagyon szép kis falu, és jó a közössége. És hogy mik a tervek a jövőre vonatkozóan? Azt kívánom a falunak, hogy egy élhető település legyünk, és idegenforgalom jó lenne, hogyha egy kicsit a faluba elindulna. De térjünk vissza a Vicenénire. Nagy?
Bizony, Vica néni, mert két hagyatéka is lett a falu számára, amiről sosem tudhatott. Az 1980-as film, melyben Özvegy Markó Jánosnét boszorkánynak titulálták, sokáig szégyenkedésre adott okot, rossz fényt vetve mind a falura, mind annak lakosaira. Ám mára ez az egykori szégyenfoltnak tekintett történet igazi legendává nőtte ki magát. Például egy kocsma keresztanyjává is vált, természetesen képletesen szólva. A boszorkány sörözőről van szó. Az egység neve az úgy került kapcsolatba boszorkány söröző névre, hogy megvolt ugye a ház, a nagymamám meghalt, és akkor abban a kapcsolatban döntöttük el, hogy akkor boszorkány söröző legyen, mivel hogy volt egy ilyen film anno abban az időben. 2009-ben pedig első alkalommal került megrendezésre a hagyományteremtő szándékkal életre hívott Boszorkány Fesztivál. Előtte hetekkel elkezdtünk készülni, és boszorkánybábokat készíteni a faluba, az utcákon kirakni, illetve hát a központi helyekre, ahol egyfajta felhívás volt arra, hogy itt készülődik valami, és illetve a nap egyediségét az egy boszorkány, bűbályos boszorkány elnevezésű boszorkány szépségverseny, illetve nem boszorkányos igehirdetések adták. Valamint boszorkánykonyha volt, ez egy főzőverseny volt, és hát a díszletek is elkörül forogtak. Egy aszfaltrajzverseny volt, ahol szintén a Jancsi és Juliska témából eredendően ott is a boszorkány kapott szerepet, tehát próbáltuk egy kicsit ilyen mesés, pozitív irányba megfordítani ezt a boszorkányos jóoldját. Így annyi év után Vica néni lassan saját kis legendánká, saját kis ikonunká válhat. Ez azonban nem történhet meg, amíg nem tudjuk, ki is volt ő valójában. Mivel élő rokonai már 1980-ban sem voltak, így életének utolsó szakaszáról a Gyönki Szociális Otthon segítségével kaptunk információkat, hála az archivált irattárnak, ahol a falu leghíresebb asszonyának minden adatát felleltük az eredeti dokumentumok megtekintése után. Özvegy Markó Jánosné Kőmíves Éva néven született 1887. december 24-én, Szenteste napján Földespusztán. Apja Kőmíves István, anyja Tóth Éva volt. Adatfelvételi lapja szerint 1980. december 30-án kérte elhelyezését a Paksi Szociális Otthonba, ám helyhiány miatt Gyönkre került. Borné jelen volt, mikor elvitték a házból, ahol egész életét leélte. Ő már akkor nem volt teljes tudatában, ő már akkor annyira beteg volt, legyengült, hogy akkor már mindegy volt, hogy mi történik vele. A férje az első világháborúba odaveszett, azóta mindig egyedül volt, úgyhogy többet nem házasodott, és bizalmatlan volt nagyon sok emberre, mert nagyon sokan csúnyán bántak vele. De vajon jó ötlet volt-e őt szociális gondozás alá helyezni egy olyan korszakban, amikor az idősek ellátása még közelében sem járt, a ma már megszokott minden kényelmi és egészségügyi szempontnak megfelelő hálózatnak? Egy darabig láthattuk azt a tévébe, minden este szinte szerepelt a híradóba, hogy a Paksi Erőmű Szocialista Brigádja eljött, megkapálta a szőlőt, a kiskatonák megjavították a tetőt, vagy éppen teljesen vadidegen emberek eljöttek az ország túlsó feléből, és benn voltak a tévébe, hogy igen, most ők összefogtak, és tettek valamit a Vica néniért. Én úgy gondolom, hogy ebbe az időben elég nagy nyomás nehezedett az ekkori közigazgatásra, tehát feltételezem, hogy valaki onnan föntről felhívta az akkori VB titkár, vagy éppen a tanácsnál dolgozók figyelmét, hogy a Vica néni ellátásra szorul. Ezt a szocialista rendszer úgy oldotta meg, hogy a Vica nénit kiszakították a saját környezetéből, ott, ahol leélte a maga 80 évét. Ő soha nem kért senkitől semmit, ő nem panaszkodott. Ő nem akart innen elmenni, de meggyőzték róla, hogy neki jobb helye lesz egy szociális otthonba, ahol naphosszat már nem nagyon kellett neki csinálni semmit, holott lehet, hogy ebbe az esetben pont az éltette, hogy ő kapálta a kis szőlőjét, vagy termelte a gyümölcsöt, vagy a hagymáját. Elvitték Gyönkre, ahol egy 30 évvel ezelőtti szociális otthonba bekerült, egy többágyas szobába, ahol az összes személyes holmia elfért egy éjjeli szekrénybe, és igazából ettől fogva megszűnt önálló embernek lenni. Ettől fogva már ő nem a Kőmíves Vica néni volt, hanem az egyik lakója a szociális otthonnak. Ő nem hiszem, hogy innen el akart menni, ő nem azért maradt itt ennyi ideig, nem azért várta haza a férjét a háborúból, még a film idején is. Tehát ez nem
az akkori szocialista rendszernek a szociális hálója így működött. Így gondoskodtak az idősekről. Aztán ott meghalt szegényke szinte névtelenül, és nem biztos, hogy ott akarta, hogy eltemessék. Akár jó ötlet volt, akár nem. Markó Jánosné 1981. január 9-én gyönkre került. Felvételekor készült egészségügyi lapján az első bejegyzés így szólt, nem volt beteg. Bekerülésének oka szellemi hanyatlás volt, mivel ahogy a papíron áll, érdemi információt nem lehetett tőle nyerni, mivel vagy nem emlékezett, vagy egyáltalán nem tudott választ adni a feltett kérdésekre. A környezettanulmány szerint idős kora és gyengesége miatt önmaga ellátása már gondot okozott neki. 1984. október 31-én 3 óra 30 perckor hunyt el, röviddel 97. születésnapja előtt. Egyedül élt és egyedül halt meg, haláláig várva férjét, akár a mesében. Soha nem házasodott újra. Hogy miért? Ha miért kellett kérdezni, miért nem? Mondja meg, maga egy ember ma. Ha? Újra! Miért nem ment még egyszer férjhez? Már látom a férjemet, ha majd meggyűn. Ha az a miregyűt volna, akkor mit látok volna? Ha másik embert hozzak ide. Nem kell nekem, nekem meg vagyok öröggédve, és kérem, fogadást tettünk egymás között, hogy még az él, mindig gyászol, én meg még élek, még hóta után is gyászolom. Példaértékű, amit mond, az olyan hozzáállásról, ami talán mára már ki is halt. Persze az élet hétköznapi mozzanataiban is meglelte Vica néni az apró bölcsességeket. Vica néni, miért kell megkapálni ezt a hagymát? Mert meg kell lazítani. Tessék egy téglába belevetni, megnyőjön. Na, igaz vagy nem? Vica nénit halála után elhamvasztották és a gyönki temetőben helyezték örök nyugalomra, a szociális otthon urna temetőjében. Így ért véget Vica néni élete, akiről az idő az egykori boszorkánybélyeget lekoptatta, és mára Pusztahencse legendájává tette.